Az ukrok elsődleges célja a vállalkozások fejlesztése, mivel ebben látják a helyi gazdaság jövőjét. Megelégelve a vállalkozók nem támogatását, úgy gondoltuk, hogy hát részt kell vegyünk a községi hatalomba, saját kezünkbe vegyük sorsunk irányítását. Az ukrok tagjai változásokat sürgetnek. Hangsúlyozták, a község vállalkozói nagyon nehéz helyzetben vannak. Az emberek itt mind belefáradtak abba, hogy mások befolyásolják a saját, más részről vállalkozásaik, alkalmazottaik és a község minden polgárának jövőjét annélkül, hogy megkérdeznék őket, hogy ez a jövő tetszik-e vagy sem. Mit kaptunk eddig? Mivel kezdünk? Vagy mi, vagy koalícióban másokkal, vagy pedig egyáltalán az új vezetése községnek. Ezért szükséges az, hogy reálisan leltárt készítsünk arról, hogy mi is valósult meg azokból az ígéretekből, amelyeket a vezető koalíció, hatalmi koalíció lényegében az elmúlt időre ígért, és mit valósított meg. Az ukrok a jövő héten Kispiacon, azt követően pedig Horgoson, illetve Magyarkanizsán tart lakossági fórumokat, amelyeken ismerteti a polgárokkal a választási programját.